Oké, 23 perc körül itt, ahol látjátok, mindig meg fogom itt mutatni, hogy mi is az, ahol meg tudjátok keresni, amiről beszélek. Itt arról van szó, ugye, mint mindig, minden egyes alkalommal, hogy pénzt kérni ezért, és hogy ez a sátántól van, és most már annyira belemerültek a filozófiába, hogy arról van szó, hogy aki támogatja ezt, az mind a sátánt szolgálja, mert hogy ezek ördögöket vesznek, erről ez szó szerint így mondja, ördögöket vesznek, mert ugye itt arról van szó, hogy a Tora, meg visszatérni a parancsolatokhoz, a másiákba vetett hit által is járni az utat, ahogyan a megváltó tette Jahusá a másiák, vagy Jézus, aki úgy akarja hívni. Ezért, aki ezt támogatja, az ördögöket vesz. Szóval a pervers gondolkodást akarom csak mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Azt, hogy odáig jutottunk, hogy amit az atya mondott, az ő szava, az már az ördögtől van. Mára olyan lett az emberek gondolkodása, azoké, akik azt hiszik, hogy ők a másiákot követik, a megváltót követik, hogy annak ellenére, hogy szinte semmit nem csinálnak úgy, ők úgy gondolják, hogy ők járnak a helyes úton. Úgyhogy megmutatom most, hogy mi az, amit az írás mond arról, hogy azt, aki hirdeti az írást, hogyan kellene támogatni az embereknek. Ez Bárási 14-es fejezet, és a 19-20-as vers így szól, megáldá őt, és mondá, áldott legyen Ábrám a magasságos Elohimtől, ég és föld teremtőitől. Áldott a magasságos Elohim, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet adod neki mindenből, Ábrahám, ugye Melchizedeknek. Ugye Betelnél, ez Bereshit 28, Jákob Betelnél egy kőoszlopot állított, és így szól, és ez a kő, ez már Jákob, ez már nem Ábrahám, szóval ez Ábrahámnál elkezdődött, ő volt az első, ahol olvashatunk a tizedről. És ez a kő, melyet oszlopul állítottam fel, Elohim háza lesz, és valamit adsz nekem, annak tizedét neked adom. Úgyhogy ez nem egy zsidó törvény, meg nem a Tora része, ez már évszázadokkal az előtt így volt. De még mielőtt valaki kiugrana rajtnál, és elkezdeni magyarázni nekem, hogy már nincsen templom, meg így, meg úgy, az még csak várjon türelemmel egyelőre. Ez Vaikra 3 Mózes 27.30. A földnek minden tizede ásár, a föld vetéséből, a fagyümölcséből Jahuáé, szentség az Jahuának. Úgyhogy ez így volt, így van, így lesz. Nem az enyém, nekem nem kell senki. Aki úgy érzi, hogy jobb helyet talál neki, halleluja, én nem kértem soha senkitől semmit. Ez egy lehetőség mindenkinek, aki úgy gondolja. De ha azt gondolja valaki, hogy nekünk szükségünk van bárkinek a támogatására is, eddig is eljutottunk, ezután is elfogunk, hogyha Yahuwah úgy akarja, ha meg nem, akkor meg amúgy se. Úgyhogy ez egy lehetőség, és én azt próbálom megmutatni, hogy mi az, amit mindenkinek gondolnia kellene ezzel kapcsolatban. Ez már Bamidbar 4 Mózes 18-21, de íme a Lévi fiainak örökségül adta minden tizedet Jésrában az ő szolgálatukért. Miért? Az ő szolgálatukért adtam minden tizedet, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Minden tizedet Jésrában az ő szolgálatukért való osztályrész ez, melyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Ez pedig második korintusiakhoz írt levele Saulnak, és a 8-as fejezet így szól. Tudtatokra adjuk pedig atyám fiai Elohimnek azt a kegyelmét, melyet Macedónia gyülekezeteivel közlött. Elmondja Korintnak azt, ami Macedóniában történt. Hogy a nyomorúság sok próbái közt bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett. Azaz annak ellenére, hogy szegények, jó szívűségük gazdagságává növekedett ez. Nem azt nézték, hogy adni kell, hanem adtak. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt, erejük felett is adakoznak. Adakozni?
Athairetosz önként, önszántából, önkéntesen ad. Nem kellett mondani neki, magyarázni neki, úgy gondolta, hogy így helyes. Sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek vagy a kadusim iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. Azaz ők adtak, annak ellenére, hogy szegények voltak, ők adtak. Mit csinált Saul? Elküldte Titust, kérnünk kellett Titust, hogy amiképpen elkezdette, azonképpen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is. Azért, azaz így tehát, miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban, és hozzánk való szeretetben, úgy e jó téteményben is bővölködjetek. 8-as, ugye gyűjtenek Korintban, nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Azaz, hogy a sok beszéd mellé cselekedet társul-e, Jakab második fejezet. Hogy csak magyaráztok, vagy valóban mindenkinek a hite ott van, ahol a szája. Ezért mutatta meg nekik, hogy mit csináltak a macedóniaiak, hogy megértsék, hogy mi az, amit elvár tőlük. 10. Tanácsot is adok egy dologban, mert hasznos az nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, azaz a magyarázat mellé mutassátok meg, hogy valóban hol van az ember szíve és hite, hogy amiképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest, amitek van. Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amie kinek-kinek van, nem aszerint, amie nincs. Nem is lehetne nagyszerűbben megfogalmazni, mint ahogy Saul tette. Én nem azt mondom, hogy nekem adjon bárki is pénzt. Azt mondom, hogy kezdjen el azon gondolkodni, hogy vajon az ő hite, meg az ő szíve, az ott van-e, ahol a szája. Mi az, amit ő tesz annak érdekében, hogy egyrészt terjedjen az igazság, másrészt segítse azokat, akik rászorulnak, és az utat járják. Mert az egy dolog, hogy valaki össze-vissza beszél az írásról, filozofáló órák hosszat, fogalma sincs arról, hogy mit beszél. Az meg egy másik dolog, hogy az embereket segíteni, eljutni az igazsághoz, és megérteni azt, és úgy járni. Nézzük, hogy mit mond a másiák Mátéjau 10-es fejezetben. Ugye, amikor elküldi a tanítványokat, hogy menjenek és tanítsák az embereket. Se, ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se részpénzt a ti erszényetekben, se utitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát. Miért? Mert méltó a munkás az ő táplálékára, amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, hogy ki abban méltó egyáltalán, és ott maradjatok, amíg tovább nem mehettek. Azért, mert minden éppeszű ember megérti azt, hogy ahhoz, hogy ez az egész terjedhessen, valamilyen háttérnek rendelkezésre kell állnia, hiszen minden valamibe kerül. De még egyszer mondom, a legfontosabb az lenne, hogy mindenki magába nézzen, és eldöntse, hogy ő mit tesz ennek az egésznek a terjedéséért. Mi az, amivel ő hozzájárul. És mondom, egyetlen fillérre nincs szükségünk. Biztos vagyok benne, hogy az Atya, ahogy eddig is, lehetővé fogja tenni, hogy működjünk. És hálát adok neki azért, hogy lehetővé tette. Én csak azt mondom, amit Saul is. Hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogy vajon az ő szíve ott van-e, ahol az ő szája. Ugyanezt mondja Saul is Timóteushoz írt első levelének 5. fejezetében, méltó a munkás a maga jutalmára. Egyébként előtte idéz a Tanákból a nyomtató ökörnek nekösbe a száját. Ugye ez arra vonatkozik, amit mond előtte, hogy azok, akik tanítják az írást, ugye itt presbiternek van fordítva, de aki az írást tanítja, kettős tisztességre méltassanak, főképp azok, akik beszédben és tanításban fáradoznak. Ahogy mondtam, magáért beszél az írás, csak az ember nem tanulmányozza, ezért nem érti, hogy mi az, amit mond. De még ennél jobb is lesz egyébként. Korintusiakhoz is első levelében, a 9-es fejezetben így szól. Nem vagyok-e apostol, vagy salák küldött? Nem vagyok-e szabad? Nem láttam-e Jahusán másiákot, a mi Adonájunkat? Nem az én munkám vagytok-e ti Jahuában?
Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony nektek az vagyok, mert az én apostolságomnak, Shalak küldöttségemnek pecsétje Jahuában ti vagytok. Ez az én védelmem azok ellenében, akik vádolnak engem. Nincsen-e jogunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincsen-e arra jogunk, hogy a más jelkű követőjeként feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is, és Adonai, atya fiai, és Kefás? Avagy csak nekem és Barnabásnak nincsen jogunk, hogy ne dolgozzunk? Nézzük, mit én még! Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből? Nézzük meg, hogy mit mond a Káldi verzió. Én bocsánat, az arany. Avagy csak én nékem és Barnabásnak nincsené szabadságunk, hogy ne munkálódjunk, Szent Imre? Csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk mentesülni a kétkezi munkától? Vajon emberi módon beszélem ezeket? Avagy nem ezeket mondja-e a törvény is? Ezek szerint van egy törvény erre? Ezek szerint van? Törvény? Nomos. Mózesi törvény. Nézzük meg, hogy mi ez a szó. Davar, vagy dabar, szó. Kuká, mint törvény. Mitzvá, mispát, tora. Mert a Mózes törvényében megvan írva, ne köst fel a nyomtató ökörnek száját, avagy az ökrökre van-e Elohimnek gondja, avagy nem értünk, mondja-e általában? Mert mi értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel az ő reménységében részesnek lenni reménység alatt. Ha mi nektek a lelkieket vetettük, nagy dolog-e, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk-e szabadsággal, hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a másiák evangéliuma vagy jó híre elé. Nem tudjátok-e? Persze, hogy nem, mivel Revel Hidden Reality-ék nem olvassák a Tanákot, mert ez rájuk nem vonatkozik. Azért, mert valami csoda folytán egyébként megvan a 7,5 parancsolat a 10-ből, plusz ugye egy, még most úgy tűnik, hogy még egy megvan, mert a Mózes törvényére hivatkozik, sőt azt mondja, hogy ez még mindig így van, mi ez, ne köst fel a nyomtató ökörnek a száját. Dabarim 25, 4. Ne köst be az ökörnek a száját. Akkor ez a parancsolatot valahogy átmentették még oda, a 7,5 mellé a 10-ből, de az összes többi az már nem számít, de ez még igen, mert Saul ismét csak nagyszerű bizonyítékot szolgáltat arra, hogy hogyan értelmezi ő az írást, és hogyan érti ő hozzánk képest. Hogy ő egy másik dimenzióban mozog, mikor rólunk van szó. Ő érti ezt is, hogy ezt hogyan kell alkalmazni a valójában. Hogyha már nincs ökör, amivel mi nyomtatunk. De elmagyarázza. Elmagyarázza, ugyanúgy, ahogy láthattátok, hogy Baikra, Bamibbar, Ábrahám, Jakob hogyan használta ezt a törvényt, elmondja, hogy mi hogyan kellene, hogy működjünk. Nem tudjátok-e, hogy akik a Kodesh dolgokban munkálkodnak, a Kodesh helyből élnek? És akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket. Eképpen így, ilyen módon rendelte Jahua is, hogy akik a jó hírt hirdetik, a jó hírből éljenek. Úgyhogy akkor sem volt oltár, akkor sem volt templom, mikor ő beszélt. Mikor Saul ezeket a szavakat mondta, ugyanúgy nem volt templom, mint ahogy most. De egyébként ugyanazt mondja, mint amit én is mondtam mindvégig. 15-ös vers. De én ezek közül egyel sem éltem. Nem azért írtam ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem valaki hiába valóvá tegye az én dicsekedésemet. Mert ha a jó hét hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nekem, ha a jó hírt nem hirdetem. Mert ha akaratom szerint művelem ezt, jutalmam van. Ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bizattam meg.
Nézzük meg a szentélyemét. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz. Ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. De nézzük a lényeget. Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy ige hirdetésemmel ingyen valóvá tegyem a másiák jó hírét, hogy ne használjam ki szabadságomat a jó hír hirdetésére. Dönts el mindenki, hogy mi az, amit az írás mond, melyik rész vonatkozik rá, melyik rész nem vonatkozik rá, és aztán alakítsa az életét annak megfelelően. 26 percnél egyébként az egész átmegy egy ilyen bizarr dologba, mert akkor azt mondja, hogy mindenki ördöngős, aki Elohim szavával ellentmondó dolgot tanít. Egyszerűen nem fér az ember fejébe, hogy lehet valaki ennyire eltévedve, hogy nem látja, hogy ez ő maga, akiről beszél, hiszen ők azok, Reveal Hidden Reality, meg az ehhez hasonlók, akik azzal ellentétes dolgot hirdetnek. Semmi ezen a csatornán soha nem volt még, ami nem volt alátámasztva az írásból. Ellentétben azzal, amit ő csinál most, ugyanis ez az egy kép az, ami látszik 80 percen keresztül, egyetlen egy vers nem hangzik el, azon kívül, az ilyen fél idézeteken kívül, amit mindenki ismer. 27 percnél arról beszél, hogy vissza akarjuk az embereket téríteni a szabályrendszerhez. Az előbb néztük meg, hogy maga a megváltó ezért jött. Hogy visszatérítsen minket ahhoz a rendszerhez. Nem azért jött, hogy a 7 és fél parancsolatot hirdesse, meg a nyomtatóökör száját ne kösd be részt. Máté 13. fejezet, 15-ös vers és a 14-es bocsánat róluk szól. Beteljesedett rajtuk Jesiáhu vagy Ézsaiás jövendőlése, mely ezt mondja. Halván halljatok, és ne értsetek. Látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, hogy ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Azaz valakinek meg kell térnie először, és csak utána lehet meggyógyítani. A megtérés azt jelenti, hogy valaki elfordul a jelenlegi útjától, és visszatér ahhoz, amit ő kijelölt. Nem a 7,5 parancsolathoz, meg a nyomtatóökör száját ne kösd be parancsolathoz, hanem az összeshez. És az összes nem nehéz, és ez az egyetlen mód, hogy eljussunk az atyához a végén. Nem fog eljutni senki, aki nem arra törekszik, hogy megértse az ő toráját, és azt a mindennapjaiba beépítse és átalakítsa az ő életét. És ez az újjászületés folyamata. Én mindenképp azt javaslom egyébként, hogy ha lehetőségetek van, hallgassátok meg, különösen ezeket a részeket, mert nagyon tanulságos, és ugyanakkor elképesztő. Olyan dolgokról van szó, aminek semmi köze nincs az íráshoz. Tulajdonképpen az elejétől a végéig. Az egész egy filozófia, semmilyen alátámasztása nincs versekkel, egyetlen mondani valónak se, Saul levelein kívül, meg ilyen fél idézeteken kívül. És azt javaslom mindenkinek, hogy egy dolgot tartson észben, mikor hallgatja ezeket a videókat, az pedig az, hogy hogyan tud eljönni a mennyek országába. Hogyan tud eljutni az atyához a végén. Az atya nyilvánvalóvá tette a kezdetektől, hogy ő nem változik, ez az ő szava, és ami elhagyja a száját, az nem tér vissza hozzá üresen. Akkor miért mondjuk azt ma, hogy megváltozott, és nem fontos arra, amire az atya azt mondta, hogy fontos, olyannyira, hogy leírta azt kőtáblákra kétszer, hogy az emberek tudják, hogy mi az akarata, és mi az út hozzá. Az elejétől végéig az egész tulajdonképpen annyira összefüggéstelen, hogy az ember feje megfájdul, de talán a 29. percnél jön el a legdurvább rész, amikor arról beszél, hogy a Sion hegyén a 144 ezer az tulajdonképpen minden népből összedett emberek, és a Sion az a mennyországot reprezentálja, és ez egyszerűen elképesztő, hogy honnan veszi. Semmiféle bizonyíték nincs erre az írásokban, hogy ez így lenne. Semmi, sehol, soha nem is volt. Ez pedig már Jelenések könyve, Higalu vagy Chazon, 7. fejezet. Négy angyal fogja a föld négy szélét, jön az Elohim pecsétjével az angyal, Elohim pecsétje Efézusiakhoz 1.13, Efézusiak 4.30, Ruach HaKodesh,
a Szent Szellem. Utána lepecsételi mindazokat, akik Elohim szolgái, a homlokukon. Ugye, ha már a homloknál tartunk, akkor aki ismeri az írásokat, az visszamegy egészen a kezdetekhez, és megérti azt, hogy 5 Mózes 6.4.6-ba leírja, hogy közd ezeket a kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a szemeid között. Mi az ő parancsolatai? Még mindig az ő parancsolatairól beszél Jelenések könyve 7. Halláma megpecsételtek számát 144 ezer, 12-szer, 12 ezer. Kicsoda? Az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Hogy nem lehet ezt érteni? Izrael fiairól van szó a kezdetektől a végéig. Ez a könyv Izraelről szól. És azokról, akik csatlakoznak hozzájuk. Nem azokról, akik csatlakoznak és Izraelről, hanem Izraelről szól. Hogy mutassak valamit villámgyorsan, beírjuk a keresőbe azt a szót, hogy Izrael 2319 sort találunk. Ugye ennél több lesz, mert többször fordul elő egy sorban, de legalább ennyiszer előfordul. 2319 találat Izraelről. Ha rákeresünk arra, hogy keresztény, akkor összesen hármat fogunk találni, ez az összes többi, ez mind a kommentár, ez ugye a Káldi verzió, ebben fordul elő többnyire. Ez a Károli ebben háromszor fog előfordulni nagyjából, és az egyik ugye ez, hogy ott hívták őket először kereszténynek, utána Agrippával, mikor azt mondja, hogy keresztényé lesz, azután pedig csend. De itt van, hogyha megnézzük a Bible Gateway-en, keresztjén, akkor van 6 darab előfordulása ennek a szónak. Itt van ugyanez a 6. A Biblia felfedezőben nézzük meg az Izraelt még egyszer. 2319. Akkor hogy lehet az, hogy már Izrael nem fontos? Hogy lehet azt gondolni, hogy valamiféle jött-ment bohóc csapatból ő ki fog válogatni 144 ezret random? Akik össze-vissza esznek minden dögöt, soha ki nem nyitják a könyvet, nem érdekli őket semmi, ugyanúgy élnek, mint a pogányok, és majd ő közülük fog kiválasztani 12 ezret? Minden miből? 12-szer, mihez képes 12 ezer, mikor leírja, hogy Izrael 12 törzséből? Ők meg beszélnek itt Sion spirituális, meg a mennyekben van, meg mindenféle emberekből, meg Izrael már nem számít. 144 ezer az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Nemzetség egyébként fülé, törzs vagy nemzetség Izrael törzseiből fognak ezek az emberek kikerülni. Jahúda törzséből és felsorolja 12 törzset. Hogy nem lehet ezt érteni? És akkor magyarázza Jehova, hogy ez egy spirituális Izrael. Milyen spirituális Izrael az, aki nem úgy él, ahogyan a Torát megadta az atya, hogy az az ő útmutatása arra nézve, hogy hogyan kellene élnünk. Milyen jogon lenne az a horda valamilyen formában is Izraelnek hívva. De ezzel nem is vagyok hajlandó több időt vesztegetni, mert a múltkor ezt kitárgyaltuk, úgyhogy még egyszer nem megyek bele. Semmi, amit mond, nem lehet alátámasztani egyetlen verssel sem, mint ahogy nem is teszik meg. Mindenféle filozófiák vannak, hogy mit szimbolizál Sion, Sionon itt, Sionon ott, minden van, csak versek nincsenek az írásba. Azt mondja, hogy Sion a fővárosa a mennyei királyságnak, és ugye Siont emlegeti úgy, mint a fővárosát, ahol az atya és a fiú lakik. Más szóval ugye Jeruzsálemet. Itt az, ahol, az a rész, ahol leereszkedik a város Elohimtől. Ugye az új Jeruzsálem, a Samaimból, a mennyből, a földre, Haeret, a földre. És ekkor van a nagy szózat, stb. És íme Elohim sátor az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Elohim lesz velük az ő hatalmasságú. Nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a város. Ugye elviszi az angyal a magas hegyre, és megmutatja neki Jeruzsálemet, amely Elohimtől szállott alá. Benne van Elohim dicsősége, annak világossága hasonlóval a legdrágább kőhöz, úgy, mint a kristálytiszta jáspis kőhöz. Nézzük meg a várost. Nagy magas kőfala vala, 12 kapuja vala, és a kapukon 12 angyal, vagy Malakim, felírott nevek, melyek az Izrael fiai 12 törzsének neve. Nem a keresztények, akik össze-vissza beszélnek, meg akik mindent csinálnak, csak azt nem, ami le van írva az ő 12 törzsének a neve, hanem Izrael fiainak 12 törzsének van a neve oda felírva. Mert így lehet bejutni. Az, aki úgy él, ahogy ők, az fog bejutni. Egy szabály van,
Egy bemerítés, egy ruák, egy tora, egy Elohim, egy másiák. Sőt, a bárány 12 apostolának a neve is föl van írva oda. És a pogányok, azaz az etnosz, a népek, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És nem megy abba be semmi tisztátalan, koinó, közönséges, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárány. Azt akarja nekem valaki mondani, hogy megváltoztak a feltételek, ahogyan be lehet kerülni az életkönyvébe? Mutatok még valamit az újoncok kedvéért, ez Ézsaiás 55:10, mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, de bár, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, megcselekszi, amit akarok, és szerencsésre szott, ahová küldöttem. Azaz vissza nem tér, amit ő kimondott egyszer. Ez Tehelim Zsoltáros 119-160-as vers, mely így szól, te igédnek, de bár, summája igazság, a te igazságod ítélete mind örökké való. Nézzük meg a kádit, a te igéd csupa igazság, és örökre szól igazságod minden ítélete. Szent Imre, szavaid eleje és vége igazság, igaz ítéleted örökre érvényes. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!